életem, reményem, erőm nekem. Kősziklám, dicsőségem, árvízben, szélben vég engem. Mi biztonság, mi békesség, előttem áll a mindenség. Vigasztalom és mindenem, Krisztusban új ember lettem. Még vissza.
visszatér, vagy elszólít, kitartunk mellette mindig. Hűséggel várunk rá. Uram, valóban hűséggel várunk rád, köszönjük a jelenlétedet, köszönjük, hogy a dicsőséges királyságodhoz tartozunk, köszönjük, Uram, hogy táplálsz bennünket hozzánk illő eledellel, véreddel, testeddel, hogy egyre nagyobb életünk, hatalmunk legyen te általad, te benned, hogy a jelen való világ fölött tudjunk uralkodni az ellenségnek az erői fölött, és köszönjük neked, Uram, hogy ma is ki van nyújtva kezed, és ezért áldunk, magasztalunk tégedet, Uram, hogy a te népedet tulajdonvéreddel szerezted meg, és hoztad ki a világból azért, hogy megszenteld őket, hogy az atyának a dicsőségébe állítsd mindannyiukat. Uram, köszönjük neked, hogy mi jó pásztor, vigyázol a te nyájadra, és hisszük, Uram, hogy az életünk a kezedben van, és senki ki nem ragadhat bennünket a karodból, kezedből, mert te mindenható vagy, örökkévaló vagy, szent vagy, Izrael őrzője vagy, és te vagy a mi védelmünk, te vagy a mi pajzsunk, te vagy a mi erős várunk, és köszönjük, Uram, hogy körülveszel bennünket, a te népedet, természetfölötti hatalmaddal, erőddel, angyalaidnak parancsolsz, Uram, a gyermekeiddel kapcsolatosan, hogy őrizzék őket elutazásukban, visszautazásukban, hogy Ábrahámnak az áldását tudják élvezni, és a te dicsőségedet szolgálni teljes szívükből, lelkükből, minden erejükből. Uram, köszönjük ezt a mai napot, köszönjük a 2024-es esztendőt, és az a kérésem, hogy ezt az évet tedd áldottá minden jelenlevő számára, nézők számára, hallgatók számára egyaránt, tör meg azokat az erőket, amelyek meg akarják őket fosztani azokból a javakból, ígéretekből, amit te elkészítettél számukra. Köszönjük neked, hogy a Szentlélek által itt vagy bennünk, közöttünk vagy, és hiszük, hogy a Szentlélek által mindezek az ígéretek fokozatosan, hitáltal igenné és ámenné válnak. Áld meg ezt az országot is, rombold le a sátának a tervét, célkütözéseit, és a te célod, te akaratod legyen meg ebben az országban, és áld meg, Uram, ezt az kontinenset, Európát, hogy békesség legyen, és az emberek biztonságban, békességben, boldogságban tudjanak élni, és adjál, Uram, kegyelmet, hogy minél több otthonba be tudjon lépni Istennek az országa, Istennek a jelenléte, és megtapasztalják az emberek, hogy te valóban meghaltál a bűneikért, és föltámadtál a harmadik napon a halálból, és te benned van csak az emberek számára bűnbocsánat, üdvösségük, örök életük, és csak te tudod az embereket megszabadítani a sátánnak, a ördögnek a hatalma alól. És dicsérünk, áldunk téged, Uram, a győzelmedért, amit arattál a halálnak, pokolnak az alvilág erői fölött, és a mai napon is ünnepeljük ezt a győzelmet, és mindenért neked adjuk a dicsőséget, hálát és hódolatot. Még az a kérésem, Atyám, hogy áld meg azokat az embereket, akik szenvednek, adjál nekik vigasztalást a szívükbe, árasz királyukat a gyógyító erődet, hogy meggyógyuljanak a testükben, és megújuljanak szellemükben, lelkükben, a Szent Szellemmel, Isten igéjével való közösségben, kapcsolatban, hogy az Úr Jézus neve magasztaltassék fel, most és mindörökké az Úr Jézus nevében. Amen. Tisztelettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében, és kérlek benneteket, hogy foglaljatok helyet. És az év első összejövetelén az áldásról beszéltem, és feltétlenül fontosnak tartom, pontosan azért, hogy az áldás az erősebb legyen, mint bármilyen visszahúzó erő. És hiszem azt,
hogy az áldás semmisíti meg az átkot. És nagy hibát követünk el, hogyha csak azzal foglalkozunk, hogy az átkoknak mi az okai, milyen átkok vannak az életünkben, és elfelejtünk hangsúlyt tenni arra, hogy mi az áldás, és hogy lehet az áldást megnyerni, és hogy lehet az áldásban növekedni, mert az áldás semmisíti meg az átkot. Az Isten azt akarja, hogy az életedben az átok helyére az áldás álljon. A názáreti Jézus Krisztust Isten azért küldte el a földre, pontosan, hogy az áldást helyezze az életünkre. És a Bibliában nagyon sok olyan történet van, hogy ugyan nem erőlködtek az imádkozással, de megjelent az Úr és áldást adott az illetőnek, például Gedeonnak, és abban a pillanatban a Gedeonnak az állapotában is és társadalmi helyzetében is radikális változás állt be. Tehát nem feltétlenül az imádkozáshoz, vagy a szabaduláshoz közd az áldásodat, mert vagy az átokból való szabadulásodat, mert az áldás az Istennek a beszéde által rá tud jönni, és egyszerűen megsemmisíti az életedben mindazokat a visszahúzó, vagy lenttartó erőket, amelyek eddig megfosztottak téged Istennek az áldásaitól és javaitól. Az első igét a Jakab levélből fogom felolvasni, az első fejezethez lapozzatok. A 17. verszak a következőt tartalmazza, hogy minden, olvassuk fel közösen, mert nagyon sokszor idézzük ezt az igét, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez egy alapige legyen a názáreti Jézus Krisztus megváltásával, de igazából az áldásnak a birtokba vételével kapcsolatosan mindenki számára. Tehát készen vagytok? Akkor olvassuk közösen. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való. A világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak az árnyéka. Amen. Tehát az áldásról, itt adományokként van, vagy ajándékként van, az eredeti kifejezés is ezt jelenti, de nyilvánvalóan, hogy az áldás az Istennek a javait, adományait jelenti. Az áldás az azt jelenti, hogy Isten kifejezi az emberek iránt a jókedvét, tetszését, és ez a kifejezés ajándékoknak, adományoknak, javaknak a megosztásában manifesztálódik, jelenik meg. És Istennek az áldásai azok különböző korszakokon keresztül nyilvánultak meg. Nem akarom újra elmondani, hogy egészen teremtéstől kezdődően, Ádámmal kötött szövetségtől fokozatosan minden szövetségben egy új áldás jelent meg a korszakokban, és ezekkel az áldásokkal készítette fel Isten a népét, vagy gyermekeit a teljes áldásra, a názáreti Jézus Krisztus megjelenésére. Persze a názáreti Jézus Krisztusban a teljes áldás már megjelent, de ez nem azt jelenti, hogy már részesültünk a teljes áldásból, de hála Istennek, hogy ezen az útra állított be bennünket a megváltás, és az áldás fele haladunk, és egyre jobban eltávolodunk attól az élettől, állapottól, amiben az tolvajnak volt bőven lehetősége, hogy lopjon az életünkből, lopjon a dolgainkból, mert az ördög azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. A názáreti Jézus Krisztusnak a küldetése meg pontosan az ellentéte, még azt is vissza akarja szerezni számodra, amit elvett tőled az ellenség, és ezen kívül még rengeteg sok áldást kíván adni az Isten az életedre. És azt kívánom, hogy a 2024-es év egy nagyon bővölködő éved legyen az Istennek az áldásában. De nézzük meg, hogy itt az atyáról beszél, és atyáról van szó, hogy az atyától száll le a jó és tökéletes áldás. És ha ezt megnézzük, ezt pontosan figyelsz az igére, akkor meglátod, hogy nem csak dolgokra vonatkozik itt ez a kifejezés, hanem személyekre is, mert az atyának a legnagyobb áldása nyilvánvalóan egy személy, a názáreti Jézus Krisztus.
az ő vele áldott meg bennünket Isten, maga a személye a legnagyobb áldás, ezért áldott Istenünk van. A másik nagy áldás pedig szintén az atyától jött le a földre, a názáreti Jézus Krisztusnak a földtámadása után, az pedig a Szentlélek, és szintén a Szentléleknek a jelenlétét élvezhetjük Istennek az áldásaként, mert a Szentlélek megnyitja az Istennek a kincses házát előttünk, és nagyon sok áldásból és javakból tud bennünket részesíteni. Tehát a Szent Háromsággal, a Szent Háromságról, amikor beszélek, akkor egy Istenről beszélek, de az Új Szövetség tette nyilvánvalóvá, hogy az egy Isten az három személyben nyilatkozta ki magát, mert sokan kételkednek abban, hogy Istennek hogy lehet fia. Hát miért ne lehetne? Isten számára minden lehetséges. Ha az ember tudja magát reprodukálni, akkor miért ne tudná az Isten reprodukálni magát? De egyszer reprodukálta magát az egyszülött fiúba, ezért az egyszülött az mind szerepelt néhányszor a fiú előtt, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy olyan személy van, akiben az atyának a természete reprodukálódott, tehát hogy ugyanolyan értékű a fiú, mint amilyen értékű és magas rangú személy az atya. Ezért, amikor a názáreti Jézus Krisztus eljött a földre, azt mondta az embereknek, aki látott engemet, látta az atyát, mert bennem az atya van. Az atya, az atyában pedig én vagyok. Hát ez természetesen, mert nincs az atyán kívül semmi, tehát az atyának a természete testesült meg a Mesiásba, és őt nevezzük fölkentnek, és az a csodálatos, hogy közel 2000 esztendőn keresztül, Márián keresztül adott emberi húsvér testet a Mesiásnak, és emberként élt itt a Földön, és lehetővé tette számunkra, és elérhetővé tette számunkra Istennek a javait. És utána a mennybe való menetele után pedig elküldte az atyának egy másik áradását, ami személyes formában árad ki az atyából, vagy jött ki az atyából, és szintén különálló, meg elkülöníthető személyként jött be az univerzumba, illetve az örökkévalóságba. Ő pedig egy természetüti lény, szintén az atyától származik, mert nem lehet alacsonyabb rendű, ami az atyától származik. A Szentlélek sem alkotás az atyának, nem is egy erőnek a kiáradása, hanem személyként jött ki az atyától a Szentlélek, és dicsőség az Úrnak, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak ez volt az első kérése az atyához a megdicsőlése után, hogy küldje el a világba, a tanítványai életébe a vigasztalót, a Szent Szellemet, az igazságnak a szellemét, hogy ezek aztán a mennyei dolgokra, mennyei igazságokra, amiket szemmel nem látunk, érzékszerveinkkel nem tudunk megragadni, azokra elvezessen bennünket. Tehát ezért kulcsfontosságú a Szentlélek személye, és a Szentlélek személye is egy áldott. Nagyon nagy áldás számunkra, nagy áldás számodra, hogy betöltekeztél Szentlélekkel, és a Szentléleknek a hordozójává váltál. Tehát, és ezen keresztül természetesen, ha fiúval, és a Szentlélek által a fiúval van kapcsolatod, akkor viszont a fiún keresztül az atyával is van kapcsolatod, mert az atya és a fiú elválaszthatatlan egységben van egymással. Tehát ezek a jó ajándékok honnét jöttek? A felülről jöttek, és nem alulról jöttek, nem egy vallási eszméről beszélek, mert a valóságban nem csak a látható világ létezik, hanem létezik a látható világ fölött egy elrejtett valóság is, ami az érzékszerveink fölött van, és többnyire csak kinyilatkoztatásból, kijelentésből lehet ezt a rejtett világot megismerni, és pontosan a kijelentésnek az a lényege, hogy ez a rejtett világ föltárulkozik a látható világba, és ilyen módon betekintést tud kapni az ember a láthatatlan világba. És ez azért fontos tudni, mert az áldások, látjátok, nem a látható világból jönnek, hanem a láthatatlanból jönnek, a mennyből, az atyától szállnak alá. Az atyától jött a fiú, az atya és a fiú küldte el a Szent Szellemet, és utána is azok a javak, amelyekkel a keresztények megáldatnak és keresik az áldást, ilyen például a bűnbocsánat, ilyen az üdvösségük, a megigazulásuk,
ilyen az örök élet, ezek mind a mennyei dolgok, a názáti Jézus Krisztusban van elhelyezve, ezek az áldások nem lettek függetlenek a názáti Jézus Krisztustól, ezek is a mennyből szállnak alá. Ahogy beszéltem a különböző korszakokban, hogy a különböző korszakokban keresztül jött be a világba az áldás. Ha nem lennének korszakok, akkor nem lenne a Földön semmi áldás. És az Új Szövetség előtt többnyire természetes áldás jött be a világba, úgynevezett egyetemes áldások, de megjelentek személyes és családi áldások, például személyes családi áldást kapott Noé, személyes családi áldást kapott Ábrahám, de Ábrahám azért különleges személy, mert nem csak személyes és családi áldást kapott, hanem nemzeti és egyetemes áldást is kapott, amely természetesen az ő fiában, a magban elérhető a nemzetek számára, a Ábrahám leszármazottai számára pedig közvetlenül Ábrahámtól is elérhetőek ezek az áldások. Ezért hangsúlyozza Pál apostol, hogy az áldás csak két emberen keresztül jelent meg a világba igazából, Ábrahámon keresztül és názáti Jézus Krisztuson keresztül. Tehát ha áldott ember akarsz lenni, akkor ezt figyelembe kell venned, hogy az áldásnak a hordozója, ahonnét kaphatsz áldást és vehetsz áldást velem együtt, az első az Ábrahám, második a názáti Jézus Krisztus. Nyilvánvalóan, ha nem Ábrahámnak a természetes leszármazottja vagy, mert az Ábrahámnak vannak olyan áldásai, hogy a természetes leszármazotta is, a mai napig is ebből az áldásból részesülnek. Ezek többnyire nem jelentenek spirituális áldásokat, hanem többnyire természetes áldásokat jelentenek, azért, mert a spirituális áldások igazából, amit Isten adott ígéretet Ábrahámnak is, ez is csak a magban érhető el, a Krisztusban, Ábrahámnak a magjában érhető el, de ezért mondja Pál apostol tehát, hogyha ebben az életben reménykedünk csak Krisztussal, minden embernél nyomorultak vagyunk, mert az áldást, a természetes áldásokat Jézus Krisztus nélkül is meg lehet szerezni munka által. Sőt, bűn által is meg lehet szerezni, tessék nézetek körül, hány ember meggazdagszik, most erkölcsit Isten törvénye alapján mondom, bűn alapján. Hát rengeteg luxus prostituált gazdag, akkor stricik meggazdagodnak, és így tovább. Tehát nagyon sok ember meg tud gazdagodni, mert a Földnek a javait el lehet érni új szövetségi áldás nélkül az előző áldások, szövetségek, kötések által, mert sok szövetségben az áldás egyetemes jellegű, nem feltételes. Ugyanis az áldásokkal kapcsolatosan tudni kell, hogy vannak feltételes áldások, és vannak feltétel nélküli áldások. Feltétel nélküli áldásokat látunk az Ádámmal való kötött szövetségben, Noéval kötött szövetséggel látunk feltétel nélküli áldásokat. Ábrahámnál ilyen is van, olyan is van, a Mózes törvényében már feltételes áldások vannak, a törvénynek a parancsolatait kell betartani, akkor a törvénynek az áldásai, mert 5 Mózes 28-at gyakran idézzük, tehát ott vannak leírva a törvénynek az áldásai. Ezek a törvénynek való engedelmesség által megvalósulnak az embereknek az életébe, de ha nem is engedelmeskedik a törvénynek, akkor is működésbe léphet egy áldás, akár Noéval kötött szövetség alapján, akár Ádámmal kötött szövetség alapján, akár, ahogy mondtam, Ábrahámmal kötött szövetség alapján is jöhet áldás. Tehát ezért hangsúlyozom, hogy az áldást ne csak új szövetségre korlátozzátok, mert az új szövetség előtt is bejött a világba áldás, jött be spirituális áldás is, de a spirituális áldásoknak a birtokba vételéhez be kellett tölteni a feltételeket. Mert látjuk, hogy nagyon sokan spirituális áldást is nyertek, Noé is kapott spirituális áldást, Énok is kapott Noé előtt, akkor utána is a törvénykorszaka ideje alatt is, Ábrahám, illetve Dávid is, király is spirituális áldással bírt. Tehát megvoltak a spirituális áldások is, de akkor nyilvánvalóan be kellett tölteni ezeknek a karizmatikus embereknek Istennek feltételét. Tehát a lényeg, amit hangsúlyozok előzetesen, hogy az áldások
az a láthatatlanból származnak a láthatóban. Ahogy Isten igéje a zsidókhoz itt levél 11. fejezet 3. verszakába mondja, hogy a világ Isten beszédé által jött létre, a korszakokra is vonatkozik, valamint a látható világ a láthatatlanból állott elő. Tehát a látható világ az nem egy független, elszigetelt világ, tehát nem az anyagnak a terméke, vagy a fejlődésének és a növekedésének a termékeképpen jött létre a természet, vagy az élet, vagy pedig az ember. Szó nincs erről, hanem az élet is, a természet is, és mi magunk is, olyan módon felülről jöttünk, tehát nyilvánvalóan Istennek az alkotásának az eredményeképpen jött létre, de mindenféleképpen, amit látok a Földön, ez egy sem az anyagtól származik, tehát ezért ne légy anyagcentrikus gondolkozású ember. Egy nagyon olyan professzionális módon több mint 100 éve dolgoznak a materialista gondolati rendszeren. Nagyon nehéz ezt megcáfolni, mert ahhoz, hogy pontos, mert a gondolati rendszerbe kiiktattak nagyrészt ellentmondásokat, tehát logikai összefüggéseket hoztak létre ebben a rendszerben, és eléggé erős kohéziós erő van ebben a rendszerben. De az a probléma, hogy az alap állítása az nem igaz, sőt, ki lehet mondani, hogy hazugság. Mert nem az anyagnak a terméke vagyunk, és semmi, ami itt van élet, az nem az anyagnak a terméke, hanem a láthatatlanból, a Szentlélek által jött létre, a Szentlélek nélkül semmi sem lett. Tehát nyilván ebben vonatkozik az ige is a Szentlélekre egyaránt, tehát az ige is a Szentlélek nélkül semmi sem lett a Földön, tehát a látható dolgok a láthatatlanból állott elő. Ez azért nagyon lényeges, mert itt tudja az ember megkülönböztetni a mulandó dolgokat a maradandó dolgoktól. A mulandó dolgokat a maradandó dolgoktól. Mert igazából ez okoz nagy feszültséget az embereknek az életében, hogy a földi életüket úgy gondolják, hogy maradandó, illetve maradandó dolgok vagy értékek nélkül valóban le lehet élni, de az a probléma, hogy az embernek az élete és sorsa nem fejeződik be a halállal, hanem folytatódik a halál után. És a döntő kérdés az, hogy amikor az ember elköltözik a földi életből, akkor, amikor megérinti őt a halálnak a szelleme, vagy elérkezik az a pillanat, amikor elkérik tőle a lelkét, akkor a lelke maradandó értékekkel van megáldva, vagy pedig elmúló, mulandó dolgokkal van megáldva. Ha mulandó dolgokkal van megáldva az embernek a lelke, akkor természetesen az életét is elveszíti, ez a probléma, és természetesen a dolgokat is elveszíti, mert az ember úgy megy el ebből a látható világból, ahogy bejött. Mezítelenül jött be, és mezítelenül fog bemenni. Tudom, hogy a különböző törzsek, különösen a ókorban igyekeztek dolgokat levinni a sírba, gondolták azt, hogy a halott ezeket a dolgokat fogja élvezni a túlvilágon, de az a helyzet, hogy nagyon szűk kapun kell bemenni ebből a látható életvitelből vagy életformából egy más életformába, és ebben, ezen a kapun semmi olyan földi dolgot nem tud átvinni az ember, amely nem maradandó. És ez a konfliktus áll fönn nagyon gyakran a hívők életében is, és ezért szeretnénk mindig meggyőzni az embereket, hogy értsék meg, ha csupán maradandó földi dolgoknak a megszerzésére koncentrálnak, akkor sajnálatos módon menthetetlenekké válnak, mert semmi nem tudja az embert megmenteni, ami a Földön van. Szüksége van az embernek újra, hogy a mennyből felülről újra szálljon rá az emberre az Atyától az áldás. Rászálljon az emberre a bűnbocsánat, rászálljon az örök élet, rászálljon a megigazulás, rászálljon az Isten szelleme, részesüljön Istennek a természetével,
ezzel sorolhatnám tovább. Tehát ezeknél az áldások nélkül képtelen az ember a földhöz kötöttsége alól feloldódni, tehát a kötelékek olyan nagyok a földi élethez, hogy csak az örökkévaló értékek tudják az embert ez alól föloldozni. Ezért arra biztatlak benneteket, hogy a 2024-es évben elsősorban a maradandó értékeknek a keresésére helyezették a hangsúlyt, ami nem azt jelenti, hogy nincs szükségünk mulandó dolgokra, de nagyon fontos, hogy a helyes arány, a prioritás meglegyen, hogy az életünk a maradandó értékeken, dolgokon épüljön föl, és az életvezetésünk, életmódunk továbbra is ezen a pályán haladjon tovább. Például a Lukács evangélium 12. fejezete érzéke ábrázolja a maradandó és a mulandó dolgok közötti ellentmondást. A Lukács 12. fejezetében ugye van szó egy nagyon gazdag emberről, aki nagyon meggazdagodott, és úgy volt vele, hogy nem tudja már, mit csináljon a sokföldi javaival. 16. verszak, gyorsan felolvasom, és mondanék ki egy példázatot. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje, azért magában okoskodott mondván, mit cselekedjen, mert nincs hová takarnom az én termésemet. És mondja, ezt cselekszem, az én csüreimet lerontom, nagyobbakat építek, azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek, én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Mondd pedig néki az Isten, bolond. Ez éjjel elkérik a te lelkedet, te tőled, amiket pedig készítettél, kié lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Na nézzük meg röviden, vázlatosan akarom csak összefoglalni, hogy hol tévedett nagyot ez a gazdag ember. Nyilván nem azzal volt probléma, hogy bőségesen termett a földje, mert ez egy áldás. Ha valakinek a földje vagy a vállalkozása hozza a profitot, az áldás. Tehát ezzel nincs semmi baj. Tudom, hogy némelyek úgy értelmezik, hogy eleve ezzel is baj van, de akkor igazából nem értették meg a Bibliát, ajánlom, hogy még egyszer elejétől fogva alaposan olvassák el. Tehát azzal, nem azzal volt a probléma, tehát hogy ennek az embernek bőségesen termett a mezeje, illetve a földje. Nagyon kívánom, hogy a te anyagi forrásod is ilyen legyen, hogy bőségesen jöjjön reád az áldás. Na, ne menjünk tovább. Bőségesen. Utána magában okoskodott, mondván, mit cselekedjen, nincs hová takarnom a termésemet. Vannak ilyen gondok, hogy nem tudja a nagy összeget, hogy hová fektesse be, hogy tudja megőrizni a pénznek az értékét. Ezek tehát ma ilyen módon jelennek meg, tehát nagyon nagy gondban vannak némely gazdag ember, hogy hogyan tudja a pénznek az értékét megtartani, illetve hogyan tudja azt növelni. Ez probléma? Nem probléma még ez sem, hogy az ember törekszik arra, hogy a jövedelmének a reál értékét nem csak hogy megőrizze, hanem növelni akarja. Tehát ezzel sincs probléma. Utána hozott még egy döntést ez a gazdag ember, amely így szól, hogy ezt cselekszem, én csüreimet lerontom, nagyobbakat építek, azokba takarom minden gabonámat és javaimat. Tehát innováció mellett döntött, fejleszti a cégét. Ezzel van probléma? Ezzel sincs probléma, hogy a fejlesztésre gondolt, hogy fejleszti a cégét, fejleszti a raktárait, és így tovább, és ennek következtében nagyobb értéket halmoz be. Tehát ezzel sincs gond, higgyétek el nekem, hogy a teljes szentírás alapján ez eddig rendben van, áldásban. Na nézzük meg, hogy hol kezdődik a kibicsaklás ennél az embernél. Következő. És ezt mondja a 19. verszak, és ezt mondom az én lelkemnek, én lelkem,
Sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, hadd tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, és gyönyörködjél. No, tehát a 19. verszakban derült ki, hogy ennek a gazdag embernek a feje beteg. A probléma a fejében van, nem a gazdagságában van, hanem ahogy gondolkodott az életről, és gondolkodott az anyagi javakról, az a probléma, hogy azt gondolta ez a, hát Jézus mondja róla, ez a bolond ember, és sajnos sok ilyen bolond gazdag ember van, hogy azt hiszik, hogy a jövőjüket, a biztonságukat, a lelküket és az életüket be tudják biztosítani a jövőre vonatkozóan anyagi dolgokkal, a vagyonnak a halmozásával. Ez egy nagy tévedés. Ez akkor lenne reális, hogy az élet anyagi természetű lenne. De mivel hogy az élet nem anyagi természetű, hanem az Istennek az ajándéka, ugye ne felejtsük el, hogy a bibliai világképben a nefes, az élet, vagyis az új szövetség is ugye a nefes a pszichének fordítja, ez felcserélhető fogalom. Tehát amikor a lélekről beszélünk, akkor az életről is szó van. Amikor az életről beszélünk, akkor a lélekről is szó van. Ez a bolond ember nem fogta föl, hogy az embernek a lelkét és az életét az Isten adja, és egy meghatározott időt tartamra adja mindenkinek Isten a lelkét és az életét. És a miért adja? Azért, mert vissza kell adni. Hogy mikor kell visszaadni, ezt nyilván te is be tudod folyásolni, de alapvetően Isten dönti el, hogy mikor kell visszaadni az embernek a lelkét a teremtőjének, és mikor jön el ez a pillanat. Persze az embernek, mivel van szabad akarata, ezt akár meg is tudja hosszabbítani, erre is van példa, drámaian le tudja rövidíteni, olyan lázadásokkal, olyan magatartásokkal, amivel lerövidítheti az életének az időtartamát. De meg vagyok róla győződve, hogy Istennek minden emberrel kapcsolatosan megvan egy időtartam határozva, és ezért is fontos, hogy az emberek ne gyilkolják egymást, ne öljék egymást, adják meg minden embernek azt a jogot, hogy leélhesse azt az életidőt, egzisztenciális időt, amit Isten adott, és úgy kellene berendezkedni, majd egy ideális képet mondok, a Földet, hogy senki ne okozzon ezen a területen az embertársának kárt. Tehát olyan kárt, amivel lerövidíti az életét. Se gyűlölködéssel, se acsarkodással, se irítséggel, féltékenységgel, mert pszichai erőkkel, pusztító erőkkel is lehet megnyomorítani az embereket, és különösen fizikai erőszakkal, ugye ennek a legdrámaibb megnyilvánulása, háború, a gyilkosságok, stb. Tehát éppen ezért Isten ezeket nem kedveli, ezeket bünteti az ember gyilkosságot, mert az emberi élet védelmébe beletartozik az is, hogy Istennek az akarata, hogy az ember le tudja élni azt az egzisztenciális időtartamot, ami Isten eltervezett az embernek. Tehát ezt senki meg lehet akadályozni nyilvánvalóan, ahogy mondtam, az ember saját magával kapcsolatosan is tudja ezt megváltoztatni, és másik ember is, akár állam, hatalom, társadalom is be tudja folyásolni az embereknek a egzisztenciális időtartamának, hogy lerövidül, vagy esetleg meghosszabbodik. De sajnálatos módon most megint olyan korba élünk, hogy az emberi életnek ezek az értékei kezdenek veszendőbe süllyedni, kezdi újra homály betakarni, és az emberek nem veszik észre, hogy micsoda nagy értéke, vagy elhomályosodik az embereknek a látása, hogy micsoda nagyszerű dolog az, hogy a Földön az ember él. Nagyon jó dolog élni. Nem fedezted ezt fel még? Ha nem, akkor gyógyulásra van szüksége. Vannak persze olyan életérzések, amitől megfosztják az embereket az élet örömétől, de élni csodálatos dolog. És ez Isten kezének a munkája. És az normális, egészséges emberek igyekeznek az életüket, most nem a
örök életről beszélek most, majd arról is, az nehogy félreértés legyen, hogy elhagynám. Tehát a maga az élet, hogy élünk, ez egy csodálatos ajándék. Ezt Isten ajándékba kapta. Ez felülről jön az Atyától, a Fiútól, a Szentlélektől. Az meg még csodálatosabb, hogyha az ember 100 évig tud élni egészségesen. Tehát minimális a szenvedése. Vagy mindegyikből ki tud kerülni, és mindegyikből meg tud szabadulni. Tehát az ember számára az élet az áldás. És különösen óriási áldás, hogy ráadásul a halandó életre a názáti Jézus Krisztus által Isten elküldte az örök életet. Ezért Jézus Krisztus úgy jelentette ki magát, hogy ő a mennyből alászállt kenyér, azért, hogy életet adjon a világnak, és ezért fontos táplálkozni Jézus Krisztus vérével, Jézus testével, hogy örök életünk legyen. És a kereszténység erről szól, hogy olyan életszerető emberekből kellene állni a kereszténységnek, akik a természetes életet is megbecsülik, de különösen örülnek annak, hogy Isten a názati Jézus Krisztusban örök életet kínál föl számukra, és ezért rohannak oda, hogy Uram, hát persze, hogy kell nekem az örök élet. De azt mondja az Úr, ahhoz az kell, mert az örök élet az feltételes, az nem feltétel nélküli áldás, hanem ahogy a Abcsel 3.26-ban van megírva, hogy a názáti Jézus Krisztus, ugye őre vonatkozik, amit mondott Péter, azért küldte el Isten, hogy megáldjon benneteket, és megtérítsen benneteket a bűneiktől. Tehát az alapfeltétele az örök életnek a bűntől való megtérés, az alapfeltétel, hangsúlyozom, a bűntől való megtérés, mert ha nem teljesedik ez a bűntől való elszakadás, a bűntől való megtérés, akkor természetesen az örök életet nem tudja az ember megnyerni. Ez az, amit árat az emberek nehezen tudnak kifizetni, vagy nehezen akarnak kifizetni, hogy nem értik meg, hogy az örök élet, az tényleg sokkal jobb, mint egy bűnös földi élet. És csak azt kérje Isten, hogy a földi életedben is már szakadj el az erköstelenségtől, szakadj el a bűntől, fordulj el a bűntől, hogy a názáti Jézus Krisztus által Isten meg tudjon áldani tégedet örök élettel, és már most a földi életedben, legalábbis a belső, láthatatlan részed élvezze az örök életnek az ajándékát, ami már megvan számodra, megnyer, ez mondjuk üdvösségnek, és ráadásul a tested számára pedig megvan az örök életnek a reménysége azáltal, hogy hiszel názáti Jézus Krisztusnak a föltámadásába. Ezért mondja Pál, utaltam már rá, 1 Korintus 15-ben, hogyha csak ebben az életben reménykednénk Krisztusra, a legszánalomra méltóbb emberek lennénk a Földön. Miért? Mert ez Krisztus nélkül is a földi javakat meg tudják az emberek szerezni. Tessék körbenézni, sokkal sikeresebben szerzik meg, mint a hívők. Hívők között sokkal több szegényebb ember van, kiszolgáltatottabb ember van, mint a világi emberek között. Mert nem a földi életben meg lehet szerezni Krisztus nélkül is az áldást. Maradjunk annyiba, de ezek mulandóak. Ami miatt Krisztusba hiszek, amit nem tudok megszerezni se társadalmi pozícióval, se munkával, se képzettséggel, se teljesítménnyel, semmivel, se kapcsolatokkal, örök életet csak egy emberrel kapcsolatosan tudom megszerezni, ha szövetségre lépek Istennel a názáti Jézus Krisztus vérontása által. És ebben a szövetségben belelépek, beilleszkedek hitáltal, akkor a názáti Jézus Krisztus vérébe vetett hit által igazzá embernek nyilvánít Isten. Amen. Dicsőség az Úrnak. Amen. Ingyen, kegyelemből, ajándékképpen, nem érdemeljük meg. Ezért ülünk itt ma, és ezért dicsértük az Urat több mint egy óráig, és dicsérni fogjuk, adja Isten sokszor, mert hálásak vagyunk ezért a nagy ajándékért, hogy nem nekünk kellett
átmenni egy nagyon-nagyon nehéz változásokon és fejlődéseken, hogy kiérdemeljük az örök életet, hanem ezt a názáreti Jézus Krisztus az ő engesztelő áldozatával, föltámadásával megszerezte számodra. És pontosan a Krisztus ezért lett emberré, hogy meg tudja szerezni te számodra is, mindannyiunk számára az örök életet. Az örök élet a legnagyobb áldás. És ugye visszatérve erre a szerencsétlen emberre, hogy ő azt gondolta, hogy most már eljött az életnek az a csodálatos időszaka, hogy átadhatom magamat a hedonista életvezetésnek. Eddig keményen dolgoztam, de most aztán, amit megszereztem, javakat, azokat élvezhetem, mert ha 120 évig is élek, vagy 200 évig is még, akkor se leszek szegény ember. És sajnos sok magyar ember így gondolkodik, hogy szeretne nagyon meggazdagodni, mert 40-50 éves koráig, hogy utána ne kelljen dolgoznia, csak utána élvezhesse javakat. Ne gondolkodjál így. Ha így gondolkozol, ugyanaz Istennek, ugyanaz a véleménye rólad, mindebben 12. fejezetben szereplő emberről. Nem mondom meg, hogy mi, mert hallottad már. Tehát az a véleményed. Mert figyelj ide, a lelkedet az nem élmunka által szerezted meg, nem egy cég adta neked, nem a multiktól kaptad, nem az államtól kaptad, nem a föld adta neked, nem az anyag adta neked, hanem az élő, mindenható Isten áldott meg tégedet lélekkel és élettel. És ezért a legnagyobb kincsünk az élet. A legnagyobb kincsünk a lelkünk. És a döntő kérdés az, az emberrel kapcsolatosan, milyen állapotba adod vissza az Istennek, amikor azt mondja, kopognak váratlan pillanatban, hogy most add vissza a lelkedet. Jön a küldönc, vagy a mennyből az angyalok, vagy az alvilágból egy sötét, szintén angyalok, pokol angyalai, és akkor mondják, barátom, lejárt az időd. Ide vele a lelkedet. És nem tudsz sokszor látni, az emberek nem tudnak meghalni, hanem killódnak az utolsó pillanatban, az arcuk el van torzulva, mert a szegények szeretnék a lelküket bent tartani a testükbe, de erre senkinek nincs hatalma. Odalép a pokolnak az angyala az embernek a lelkéhez, megszorongatja a nyakát, vagy a fülén fogja az ember lelkét, vagy jön az Úrnak az angyala. Az Úr angyala jön, akkor mosolyogva csak elalszik, elviszi. Eleve már az utazás is egy élvezet. De amikor a pokol angyalai jönnek az emberekért, akkor maga az agonizálás is csupa gyötrelem és killódás. Szörnyű állapot. Mert az emberek az utolsó pillanatban is ezt nem akarják. Sokan ekkor ébrednek fel, hogy baj van. De hát ezért beszélek erről, hogy ne az utolsó pillanatban későn ébredjél fel, hogy baj van, hanem most ébredj fel, hogy baj van, hogyha nem tértél meg a bűneidből és a vétkeidből. Ez nagy baj. Mert figyelj ide, a jövődet nem tudja biztosítani a pénzed, a jövődet nem tudja biztosítani a kapcsolatrendszered, a jövődet nem tudja biztosítani a társadalmi helyzetet, a beágyazottságot. A jövődet csak az élő Isten tudja biztosítani. Tehát maradjunk ennél a jelenetnél. Régebben többet foglalkoztak az emberek az elköltözés pillanatában, mert erre nem szeretnek az emberek felkészülni. És ezért nagyon ostobán viselkednek az emberek ezekben az utolsó pillanatokban. Pedig hát, ha valami biztos az ember életében, akkor ez. Semmi ennyi, annyira nem biztos az életedben, mint az, hogy meg fogsz halni.
Gondolod már, fejezd be. Ne rémizgess engemet 2024 év elején. De hát ez a helyzet, emberek, hogy elvégzett dolog. Ez az egyetlen dolog, ami el van végezve minden emberrel kapcsolatosan. És ezért jó, hogyha realisták vagyunk. Mert ezt nem tudod kikerülni. Ezt nem lehet kikerülni. De Isten erre a szövetséget ajánl az embernek, hogy ember, térjél meg, amikor az evangéliumot hallgatod, higgyél a názáreti Jézus vérében, és akkor az Úr kegyelemből ad neked, és utána pedig kezd el a lelkednek gyűjteni a maradandó értékeket, és ne a mulandó értékeddel, mulandó dolgokkal mulasd el, töltsd el a földi életedet, mert két dolog történik az ember, amikor elköltözik. Vagy elveszíti az életét, vagy betelik élettel. Döntsd el, melyiket akarod. Te választasz. Isten megtett mindent azért, hogy ezt az ember eldöntse. El is veszítheted az életet, meg betelhetsz élettel. Ábrahám, hogy ment el, betelt élettel. Miért? Volt vagyona, legalább olyan gazdag ember volt, mint a Lukács 12 gazdag embere. De ő nem volt bolond, hanem bölcs ember volt. Ő tudta nagyon jól, hogy mi az, hogy maradandó érték, amit ha az ember elköltözik, kiköltözik a lélek, az ember testből, nem viszi magával az öltönyt, nem viszi a jegygyűrűjét, az aranyát, a gyémántját, az ékszerét, semmit nem viszel. Ahogy jött, úgy megy. De ott vannak az örökkévaló szellemi értékek, föl vannak öltöztve a lelke, akkor a halálnak e fölött, vagy az elköltözésnek nincs hatalma, nem fogja az életét elveszíteni, de az értékeit se fogja elveszíteni. Amen. Remélem, hogy emellett döntesz. Hidd el, ez az okos döntés. Ha ez dönt, emellett döntesz, te már nemet mondtál a bolondságra. És nagyon sokan sajnos inkább azt keresik földön, szeretnék nagyon-nagyon híres ember lenni. Legalább 2 millió, 3 millió ember követőm legyen a közösség oldalon. Na és, amikor mondják, hogy fickó, ide vele, annyira már bepiszkítottad a lelkedet, hogy most már itt az ideje, hogy add vissza. Te már jót nem tudsz csinálni a lelkeddel. És Isten megőrizi abba az állapotba, jegeli az állapot, a lelked állapotát, hogy tovább ne roncsod a dolgot. Higgyétek el, különösen most, amikor egyértelműen lehet látni, az emberi élet sokkal törékenyebb, mint ahogy gondolják az emberek, látható módon. Mert olyan háborúságok, olyan megrázkodtatások, olyan gondok, problémák szakadnak az emberiségre, rá, tehát néhány év óta szinte folyamként jönnek ezek a megpróbáltatások, hogy egyértelművé teszi, hogy az emberi élet hihetetlen törékeny, és iszonyatosan, mint a cérnál függne az embernek az élete. És tudjátok, a cérna az nem kötél, a cérna az nagyon elszakad. Ahogy mondja a király is, a fonál ugye elszakad, és a takács újra fölgöngyölíti a fonalat, mert igazából az emberi életet, vagy a lelket a testhez ilyen fonalak tartják. És nagyon könnyen elszakad a lélek és a szellem a testtől. Ezek a fonalakra vigyázni kell. Sok fonal van a lélek és a test között, de hát úgy kell élni, hogy ezek a fonalak ne vékonyodjanak el, ne szakadjanak el, hanem egyre stabilitást kapjanak, be legyenek kenve olajjal, kenettel, hogy a lélek és a szellem és a test közötti egység az stabil legyen. És ez biztosítja az ember számára. Nyilván a hosszú élet önmagában az nem érték, mert felhasználhatja Isten egy embert
olyan történelmi dolgokra vagy feladatoknak a végrehajtására, amelynek következtében egy olyan ütköző pontba kerül egy embernek a teste, amiben ki megnyilvánul a két láthatatlan birodalomnak a konfliktusa az ő sorsába, és ennek ez ugye, hát Jézus Krisztus is ezért 40 éves körül volt, amikor meghalt, tehát ott is a sátán és az Istennek a királyságának a összeütközésének a frontvonalába volt a teste, és ő ezért távozott el fiatalon a földi életből, és voltak ilyenek utána is, és egészen biztos, hogy vannak most is. Ezekről úgy beszélünk, mint mártírokról, akik nyilvánvalóan nem öngyilkos mártírok, hanem olyan konfliktusba kerülnek az igazság miatt, ami miatt az igazság mellett, hát nagy, a kitartás mellett nagyon nagy árat kell fizetni. A lényeg tehát az, hogy az életünket ne veszítsük el. Az életünket pedig akkor nem tudjuk veszíteni el, hogyha názáti Jézus Krisztusban, Istenbe helyezzük el az életünket is, Istenben vagyunk gazdagok, és nem a földi dolgokban. És természetesen ez nem tagadja a természetes javaknak a fontosságát, mert szüksége van a testünknek természetes dolgokra, de az a döntő az, hogy a szívednek, lelkednek milyen dolgokat birtokol. Ha világot akarod megnyerni, megnyerheted a világot, de a lelkedben kárt szenvedsz, mondja Jézus, az nem fog használni neked. De viszont, ha örök dolgokat, maradandó dolgokat gyűjtesz magadnak, akkor természetesen a lelked védelem alatt van, még akkor is, hogyha olyan gazdagsággal áll meg Isten, mint a Lukács 12. fejezetben található embert, mert a szívedet meg tudja őrizni az Istennek a kegyelme. Azoknak nehéz belépni az Isten országába, akik vagyonban, földi dolgokban bíznak. Tehát az áldások ide tartoznak természetesen, földi áldások is, rá is szükség van a 2024-es évben számotokra. A názáti Jézus Krisztusnak a megváltása is tartalmaz a megváltásának különböző területe, földi áldásokban való előmenetelt, és ezzel kapcsolatosan csak bátorítani tudlak benneteket, hogy a hiteteket gyakoroljátok, mert hit nélkül nem lehet ezeket Istentől ezeket a természetfeletti javakat megszerezni, de természetes javakat, ha munka és hit van, akkor egészen biztos, hogy jobban mennek a dolgok, mint eddig. Tehát ezért a bibliai hit az elengedhetetlenül fontos, ez a másik fontos feltétele az áldásoknak a vételéhez, hogy ahogy az utolsó összevetel is hangsúlyoztam, erről, ez a témával kapcsolatosan, hogy lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni, tehát a tetszést Istennek, csak a tetszését csak hit által lehet megnyerni. Vagyis a hit pedig nem látott cselekedetről való meggyőződés. A Lukács, illetve a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, amikor azt mondja, nem látott dolgokról való meggyőződés, ez a magyar fordítás fordítja itt a dolgot, de az eredeti kifejezés, a pragma, az tettet és cselekedet jelent. Tehát az azt jelenti, hogy nem látott cselekedetről való meggyőződés. Mi a legnagyobb nem látott cselekedet, ami számunkra áldás jelent? Nyilvánvalóan a názáti Jézus Krisztus engesztelő áldozata, föltámadása, megdicsőülése. Ezeket az eseményeket mi nem láttuk, de az evangélium által kaptuk az információkat, a hírt, és ezek hozták létre a szellemedbe a hitet, és ennek következtében létrejött a hit által a szívedben egy meggyőződés, egy olyan cselekedetről, egy olyan történelmi tettről, amit te nem láttál, de ahogy hirdették neked, elhitted, és meggyőződésre jutottál, hogy ez a nem látott cselekedet, ez igaz. És ez hozta létre a hitet, és ezáltal lehet megszerezni Istennek a tetszését. Tehát cselekedetek által nem lehet kiérdemelni. A legtöbb vallás érdemszerzésen alapul.
hogy mit kell tenni az embernek, hogy kiérdemelje az Istennek az áldását, vagy Istennek a tetszését. Ma a Bibliának a csodái mind nem látott cselekedetek, a názáti Jézus Krisztus földi csodái nem látott cselekedetek, az engesztelő áldozata, a nyilván a halált az át, könnyen elhígy tudjuk hinni, de az engesztelő áldozatának a jellegét, hogy ez a világért történt, és az ő vérének az ontása lehetővé tette egy új szövetségnek a létrehozását Isten és a názáreti Jézus Krisztus között, mert ez a szövetség ez nem ember és Jézus Krisztus között van, vagy Isten között van, hanem az Atya és a Fiú között van ez a szövetség, és engemet és tégedet evangélium által hívtak be ebbe a szövetségbe, és akkor tudok belépni ebbe a szövetségbe, ha elhiszem, hogy Isten feláldozta én érettem, és te éretted is a bűneink miatt az ő fiát engesztelő áldozatul. És ennek következtében része leszek ennek a szövetségnek. De a szövetség, az új szövetség és az örök szövetség, az az Atya és a Fiú között kötetett meg. Ezért mondja Isten igéje, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak a vérén alapul ez a szövetség, és ebben a vérbe vetett hit által tudsz te is beilleszkedni, és benne maradni továbbra is ebben a szövetségben, és ilyennek következtében jogot nyersz azokra az áldásokra, amelyek a názáreti Jézus Krisztusban megvalósultak, igen és amenné váltak, valamint jogosultá lettél az ígéretekre. Mik az ígéretek, mert ez egy kulcs dolog az ígéretek az áldásoknál. Az ígéretek az Istennek egy olyan kinyilatkoztatásai, amely a jövő cselekményeire, cselekedeteire vonatkoznak, amelyeket Isten kilátásba helyezett, hogy a jövőben mit fog tenni. És a hívő ember az ígéreteket is elhiszi. Ez például a testnek a föltámadása, ezért mondtam az örök életnek a reménységét, mert nem látjuk, hogy megtörtént volna a testnek a föltámadása, de mivel az Isten igéje ezt mondja, és ráadásul kaptunk szellemben egy meggyőződést, ahogy utaltam, a názáreti Jézus Krisztus üdvözítő munkájáról, amit nem látunk, de hiszünk benne, ennek következtében elfogadjuk az ígéretet is, hogy a názáreti Jézus Krisztus vissza fog jönni, és a testünket megváltoztatja, átalakítja romolhatatlan, halhatatlan, dicsőséges testé. És eleve már örvendezünk, örülünk ennek a reménységnek, hogy a testünk reménységben nyugszik, nem a sírba, nem a koporsóba, hanem élő emberben is a reménységben tartjuk meg a testünket, hogy a testünk számára Isten egy óriási nagy áldást készít a jövőre, és az ígéret az mindig jövőre vonatkozó cselekedetekre vonatkozik, amit a Isten szájából jött ki, amire, ahogy utaltam, hogy ezekre a garancia kettős, egyrészt az, hogy Isten magára esküdött, a másik fontos nagy garancia erre az ígéretnek a megvalósulására, hogy a názáreti Jézus Krisztus a tulajdon vérével fölment az igazi szentélybe, és az Atyának a jobbján, mint főpapunk helyet foglalt, és ennek következtében van nekünk kapcsolatunk, protekciónk van az Atyánál, a názáreti Jézus Krisztus által, és a kéréseinket a názáreti Jézus Krisztus nevében vihetjük az Atyához, és megígérte a názáreti Jézus Krisztus, hogy meghallgat bennünket. Dicsőség Istennek! Tehát ezért a hit elengedhetetlenül fontos, tehát, hogy a nem látott cselekményekről is tud adni Isten szelleme meggyőződést, hogyha az evangéliumnak az állítását elfogadod. A következő, ami az áldásnak a való előrelépésben szintén elengedhetetlen, amire utaltam is már, az erős reménység. Az erős reménység, ahogy mondtam, a mennyei dolgokon áll szilárdan, és a reménység nélkül az ember nem tud megmaradni, mert a reménység az ígéreteknek, pontosabban az ígéreteknek a megvalósulására várakozni kell. A várakozások pedig nyilván időt jelentenek, időtartamot jelentenek, és ezért a várakozáshoz kapcsolódik a türelem, a hosszú türés.
A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, ismételten felolvasom, a 24 és a 25. verszakot, a reménységnek a meghatározását, mert reménységben tartatunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért is reméli azt? Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békesség türéssel várjuk. Tehát a reménység alapvetően jövőre irányul, a tartalma Istennek az ígérete, amit mi az Isten a jövőben fog megcselekedni, de mivel, hogy Isten nem ember, hogy hazudjon, minden ígéretét megvalósítja, amit ígért, azt megteszi, ezért az embereken áll a fő felelősség, hogy megvárom-e, ki tudom-e várni azt az időpontot, amikor az ígéret megvalósul az életemben, láthatóvá válik az életemben, vagy pedig nem tudom kivárni, és hátat fordított az ígéretnek, és ilyen módon hátat fordítok Istennek. Távol legyen ez tőlünk, mert a reménységhez kapcsolódik, ahogy mondtam, várakozási idő. És mivel, hogy a várakozási idő gyakran, például a testnek a föltámadásával kapcsolatosan elég hosszú, közel már 2000 éves, de ne ijedjél meg, Ádámnak, illetve Ábrahámnak még hosszabb ideig kellett várakozni az ígéretnek a megvalósulásával, tehát ne nyugtalankodjál, hogy az előző keresztény generációkat is figyelembe véve, hogy már 2000 év óta várják a testnek a föltámadását, és mégse történt meg, és ha nem történt meg, akkor biztos, hogy nem igaz. Ez ugye nyilvánvalóan a remény vesztett, vagy hitet vesztett emberek gondolkodnak így, mert Isten, igaz Isten, amikor azt mondja az ember, hogy nem történhet ez meg, mert ha már 2000 esztendeig ez nem történt meg, akkor a jövőben se fog történni meg, akkor az embernek a tanúság tétele Istenről az, hogy Isten hazudik. De pontosan az a lényege, hogy az embert arra akarja rávenni Isten, hogy ne tartsa őt hiteltelen személynek, hanem igaz Istennek tartsa. És ez igazából a várakozási időben fejeződik ki. Ha most neked Isten mindent megadna, állítom neked, hogy a természetedben csak negatív változás állna be. Jó nem. Ami volt jó benne, az is elveszett. A várakozás nemesít az embert. Aki nem tud várni, az rossz ember. Bizony. A türelmetlen emberek egyre rosszabb emberek lesznek. És gyakran, amikor a türelmetlenséget nem tudja az ember legyőzni, direkt Isten nevelési pedagógiai célokból távol tartja az ígéretnek a megvalósulását, tehát halogatja, de egyáltalán nem akarja elodázni. Sok oka van, hogy a várakozás idő miért adja Isten, meg igazából különböző áldásoknak a birtokba vételére, vagy spirituális áldásoknak a birtokba vételére miért köti Isten néha várakozási időhöz, vagy eléggé gyakran várakozási időhöz. Ugye ezt mi nem szeretjük. Most már nagyon gyorsak az emberek, ugye minden föl van pörgetve, gyorsan az élet, minden szeretnének az emberek azonnal. De ez így az apád, anyád lehet, hogy megcsinálja, hogy egyet nyekkensz, és azonnal megadja azt, amit nyekkentél. De az Isten nem adja meg azonnal, amire ilyen módon nyekkensz. Ő megnézi, hogy először is a vágyakból, vágyakozásból kéredem, vagy valami más motivumból, vagy pedig hitből kéred. Ha hitből kéred, az valószínű megadja, mert a hit a reménynek ad valóságot. Ott sincs dolog az eredetiben, hanem három szó szerepel a görögben. A reménynek a valóságát, lényegét a hit adja meg. Tehát a hit és a remény az össze van kapcsolódva egymással. Ha nincs hit, nincs remény. Ha nincs remény, az nem tudja létrehozni a hitet. És többnyire a hitetlen beszédek reménytelenséget is okoznak, ezt látjuk sok esetben, hogy a hitetlen beszédek milyen erős reménytelenségeket tudnak létrehozni az embereknek a lelkében. De figyeltek ide, a szellem,
az hit. A hit a szellem. Az elsősorban a szívet stabilizálja Istennek a jelenlétébe, Szentléleknek a jelenlétébe. De a lelkünk sokkal ingatabb, a szívünk is ingatag, rendkívül ingatag lény, részünk, de a szívünknél még ingatabb részünk a lelkünk. És az Isten gondoskodott arról, hogy a lelkünk is stabilizálódjon. A lelkedet nem tudod stabilizálni, csak a reménység által. Ezért elengedhetetlenül szükségünk van a stabil, erős reménységre, hogy a ígéretekre a figyelmünket, reménységünket soha ne veszítsük el. Mert a reménység tartalmaz figyelmet is, hogy figyelek arra, amit Isten megígért, és várakozom annak a megcselekvésére. Nagyon tetszik az evangéliumban mindig az a Simeonnak a szereplése, hogy amikor Jézus Krisztust bemutatták a templomba, akkor ez az öreg Simeon meglátta Jézust, és hálát adott Istennek, hogy ahogy megígérte neki Isten, hogy addig nem fog elköltözni a földi életben, amíg meg nem látja Izraelnek az üdvösségét. Azonnal elvette Máriától a gyereket, megáldotta, köszönetet mondott Istennek, hogy a várakozása beteljesedett. Ez annyira gyönyörű jelenet. És nemes, hogy mit jelent a várakozás. De ugyanezt el lehet mondani arról a nagyon idős Anna proféta asszonyról is, hogy ő is ott várt a templomba, folyamatosan imádkozott, várta, érezték, tudták, kaptak kijelentést, hogy a Mesiás az ő korukban meg fog születni. És folyamatosan ott volt a templomba, mert tudta nagyon jó, hogy zsidó gyerek lesz, akkor hozzák a templomba, és be fogják mutatni, és szeretette volna ő azonnal látni. Mind a kettőnek a várakozása beteljesedett. Kicsi jelenet, de nagy jelenet. Pici, de nagy. A várakozásnak a méltósága ereje szerepel ebben a jelenetben. És ezek az emberek reménynek az emberei. De mi is a remény emberei vagyunk, mert maga az újjászületésről azt mondja Isten igéje, hogy élő reménységre születtünk újjá. Sok áldást kapunk a mostani földi életben, de nagyon sok áldás a következő korszakba vár bennünket. És sokan a következő korszakra rendelt áldást szeretnék átvenni már itt a földi életben. De nem akarja Isten, hogy ezt elherdált. De nem is tudjuk átvenni természetesen. Tehát ezért meg kell érteni, hogy az Isten a nagy főnök, ő osztogatja az áldásokat, javakat, vagyis ahogy Jakab mondja, hogy a mennyei atyától száll le a jó ajándék. És ő tudja az ajándékoknak a leszállásának az időpontját, hogy mikor akar tégedet megáldani, és mikor akar, vagy olyan állapotba, hogy már megállhat tégedet. Például. Amikor Jézus Krisztus fölvitte az apostolokat a nagyhegyre, és ott átváltoztatta magát. Sokszor gondolkodtam, hogy most az Úr dicsősége szállt le, attól változott át, vagy pedig a názáreti Jézus Krisztus kettős dolog éltette. A vér is éltette, meg a benne lévő kenet is. Szerintetek mi történt ott? Csak egy magyarázat. A kenet is tudja éltetni a testet. Tehát a testet a Szentlélek kenete is életbe tudja tartani. De ezt ne próbáld meg. De a názáreti Jézusnál nyilván tele volt Szentlélekkel. De a názáreti Jézus Krisztusnak nyilván volt gyomra is, és éhes is volt, és volt, amikor átkapta a váltóját, és rendszeresen táplálkozott. De volt, amikor a váltóját áttette, és a szellem éltette. Például a szamaria asszonynál is. A tanítványok elmentek kenyérért, mert azt mondták, gondolták, a mester éhes, és ha hozták vissza a kenyeret, a mester nem akart enni, mert azt mondta, hogy van neki eledele. Vagyis átkapcsolt a kenetre, és a kenet betöltötte, és megelégítette, és tényleg jó lakott volt, ő nem csak ilyen szimbolikusan mondta, nem koplalni akart, hanem ő jó lakott. Hogy a názáreti Jézus Krisztusnál megvolt a kenet,
Tehát megvolt már, olyan erős volt rajta a Szentlélek kenete, ereje, hogy a szellem is tudta éltetni a belső és a külső szerveit. A reménység ezért meg kell érteni, hogy mindig alá van rendelve nyomásoknak, nehézségeknek, megpróbáltatásoknak. Ahogy a Rómaiakhoz levél 5. fejezete is tartalmazza, itt összefoglalja néhány verszakban a názáti, illetve Pál apostol a hívő életnek a főbb lényeges állomásait. Megazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének a reménységében, nem csak pedig, hogy dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nem, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatot nekünk. Tehát, nézzük meg az első állomást, a megazulással kezdődik. A megazulást Isten a názáti Jézus Krisztus által adta meg neked és nekem is. Ha hiszel Jézus Krisztus vérébe, akkor a szívedet Isten igazsággal ruházza fel, tehát Isten úgy néz rád, mert a belső ember a lényeges az Isten számára, hogy igaz vagy. Utána azt elkezdheted az életedet megtisztítani. A második verszak, itt a magyar Károli fordítás kicsit homályos, itt a kegyelem királyi székhez való bejárás, hogy szabadon bejárhatunk, ha megazultunk, az Isten kegyelmi királyi székéhez, ami a zsidókhoz itt levél 4. fejezet, 16. verszakában van, hogy bizalommal járuljunk a kegyelem királyi széke elé, mert irgalmat nyerünk, kegyelmet találunk és segítséget. Irgalmat nyerünk, kegyelmet nyerünk és segítséget. Ezt a hármat. Tehát itt a második az van, hogy szabadon járhatunk be a kegyelem királyi szék elé, mert meg van nyitva. Ezt tudjátok, milyen nagy dolog, hogy bármilyen nehéz helyzetben vagy, szabadon mehetsz a kegyelem királyi széke elé bizalommal, és megígérte Isten, hogy irgalmat nyersz, kegyelmet kapsz és segítséget kapsz. Hol? A kegyelem királyi székénél. A kegyelem királyi széke fönn van a mennyekbe. A názáti Jézusnak a vére ott van a kegyelem királyi székén. Előtte ítélet széke volt, de mivel ott van a vér, és ez azt jelenti, hogy elszenvedte egy valaki a Mesiás helyettem a bűneimnek a büntetését, ezért Isten már engemet nem akar megbüntetni, mert a názáti Jézus Krisztusnak a helyettesítő áldozata által levette rólam a haragot, és ezért már mehetek igazként a názáti Jézus Krisztus igazságában felöltözve, ez a hit által való megigazulás, mehetek az Atyához Jézus Krisztus nevében, és kérhetem, Uram, bocsáss meg, vagy tisztíts meg, irgalmazz nekem, szentelj meg engemet, adj több kegyelmet, még nagyobb mértékben merítsél alá a Szentlélekkel, erősítsd meg az életemet, a családomra jön az áldásod, stb. Stb. Tehát bármi, ami az Isten akaratának megfelelően, bizalommal mehetsz oda. Tehát szabad bejárásod van. Ezért mondja Pál apostol, hogy ez óriási nagy dicsekedésre ad okot, mert megnyílott előttünk a Krisztusnak a dicsősége, tehát folyamatosan járulhatunk a dicsőség, Isten, a Krisztusnak a dicsőségébe, mert Krisztus ott dicsőségben van jelen. Előtte ugye, hát csak gondoljatok az Ószövetségre, nem mehettek Istennek a jelenlétébe, csak a főpap mehetett be a Szentek Szentjébe, most pedig beléphetünk bizalommal a kegyelem királyi széke elé. Ez a második, hogy ezt ne hagyd ki, ez folyamatos legyen az életedbe, mindig szükségünk van újra, hogy a kegyelem királyi széke elé járjunk, és dicsekedjünk, hogy Isten dicsőségének a reménységében, tehát, hogy az Istennek a dicsősége folyamatosan rendelkezésedre áll 2024-es évben is. Ha imádkozol, meghallgatja az imádat az Isten, ha kérsz Istentől, ad a választ Isten a kérésedre. Ha nem kérsz, nem ad.
Ha nem mész a királyi szék elé, ez a kérés, hogy bizalommal menjünk a királyi szék elé. Ugyanis ezzel kifejezed azt, hogy ki számodra folyamatosan Krisztus nem csak egy alkalmi megváltó, hanem egy folyamatosan minden nap, minden hétköznap számodra Krisztus a megváltót, Krisztus a szabadítót, Krisztus a gyógyítót. Menjünk tovább. Itt már jön egy nehezebb dolog, a dicsekedés a háborúságban. Azt nem feltétlenül, az ember szeret dicsekedni a háborúságban, de ha megújul a gondolkozásunk, akkor felismerjük azt, hogy azért Pál apostol nagyon nagy igazságot mondott. Tehát a háborúságot, mivel hogy várakozási idők van, tehát a reménység az mindig várakozási időhoz van kötve, az ellenség amit nagyon szeretne, hogy elszakítson bennünket az ígéretektől, és rávegyen bennünket nyomások, zaklatások által, hogy hátat fordítsunk az Istennek az ígéretétől. És ezért nagyon gyakran az emberek kritikus, nehéz nyomások, rossz körülmények között, amikor olyan dolgok történnek az életükben, sorsukban, stb., nem maradnak meg az Úrban. Tehát a nyomások, nehézségek okoznak ilyet. Más pedig, de nem csak kívül, hanem a belső természetéből is az embernek jöhetnek olyan elő a dolgok, amelyek az embert a háborúságokban eltávolítják az Isten jelenlététől. Ez ugye Jakabnál szintén van leírva, hogy amikor kísértetünk, egy szó szerepel a görögben a kísértés a megpróbáltatásra, a magyar nyelv többek között azért csodálatos, hogy nagyon pontosan ki tudja fejezni a megpróbáltatás és a kísértés közötti különbséget. A megpróbáltatásnak a lényege az, hogy nehézségen kell keresztül menni, és a nehézségben az Istennek a célja az, hogy maradjunk az igazság mellett meg. A kísértés az egy szakítást célozza, hogy a célja az, hogy elszakítson az embert a kísértés által, az Istennek az igazságától. Ezért mondja Jakab, hogy senkit nem kísért Isten gonosszal, tehát ő neki nem célja, illetve teljesen idegen tőle, hogy megkísértsen valakit Isten, tehát ő nem akar senkit elszakítani, nehézségeket ad, nyomásokat megenged. Azért, hogy az emberben a szilárdságot, a megbízhatóságot kimunkálja. Mert utána jön ki igazából a szívben, jön létre a reménység. A reménységet úgy kell kimunkálni Istennek, mi elfogadjuk a reménységet, de gyakran ezt a reménységet belehelyezi Isten a tűzbe, és felolvassa a reménységünket. Háborúságon keresztül, kipróbáltatságon keresztül, és harmadik lépésként jön a megbízhatóság. És a megbízhatóságot kialakítja az Isten a jellemünkben, akkor jön a Szentlélek, hogy, és utána a Szentlélek az Istennek a szeretetével, mivel kiönti a szívbe, és természetesen megvalósítja a javakat és a reménységnek a tárgyait az életünkben. De ezeken keresztül megy az ember, ha jól megfigyeled, hogy a keresztény élet is alá van erre rendelve. Hányan mentetek már keresztül háborúságokon? Hány? Mindenki. Így van. És hát vegyes volt a reakciója az embernek, valljuk be. És vannak, újra mondom, olyan háborúságok, amikor a vágyaknak két jellegű tevékenysége van. Az egyik az, hogy húz el. A vágy húz el Isten jelenlétéből. A másik, a vágy, hogy csapdát, tehát csábítást ad. Tehát olyan kellemes érzésekkel áld meg, úgy idézőjelben mondom, a vágyakozásod, ami kiszakít tégedet az Istennek a jelenlétéből. És különösen ezt erőteljesen tudja a lélekkel ezt megtenni, és azért a lélekben a reménységet olyan szintre kell fejlesztenünk, mert ebben nagyon sok emberi tevékenység van a lélek, a reménységnek a fejlesztésében. A hit az többnyire ajándék, de ott is van harca az embernek, hogy növekedjen hitben. De reménység még több emberi tevékenységet igényel, hogy az egy erős és bátor horgony legyen. A bátor és erős horgony az a stabilitás jelenti. És amikor megvan ez,
akkor a lelkedet meg tudod őrizni az Úrnak a jelenlétében, nyomorúság időben is, meg a vágyaiddal szemben is nem teszik instabillá, változékonyá a lelkednek az állapotát, a vágyakozásod. Mert a vágy az, mivel hogy húzza az embernek a lelkét, mert egy olyan állapotba kerül a cselekedete előtt is, ami hát nem felel meg az Istennek az akaratának. Ezért, ha, és az a célja ugye nyilvánvalóan, hogy kihúzza az embernek a lelkét az Istennek a jelenlétéből, létrehoz a vágy egy olyan állapotot, amelyben nagyon könnyedén, ahogy mondja, megfogan vagy hatalmad vesz a vágy, és manifesztálódik cselekedettel, és megszületik az emberben a bűn. És ennek következtében instabil lesz az embernek a lelke. Ezért szükségünk van az áldásban való fejlődéshez, hogy a lelkünk nagyon szilárd, nagyon erős reménységgel legyen megáldva, de ez munkát igényel. És Isten ebben együtt működik velünk, tehát ahogy mondtam, a megigazulás, szabad bejárás a kegyelemi királyszékbe, ezek mind pozitívak, és akkor most jön a vizsga, a nyomások, a nehézségek, meg a belső vágyakozások, ami el akarják húzni, kiszakítani az embert a jelenlétében. Ezekben való küzdelem, harcban való megállás és hűség az Istennek az igazságához. Amikor ez megtörténik, folyamatosan zajlanak ilyen dolgok, ilyen helyzetekbe belekerül az ember, és utána belekerül egy minőségi jellem állapotba, hogy kipróbált lesz az ember. Kipróbált. Tehát, hogy már több ilyen nehézségen átment, és kísértésen átment, de hűséges maradt az Úrhoz. És ezek, ahogy ismétlődnek, létrehoznak egy kipróbált megbízhatóságot Isten szemében, és utána jönnek az igazi értékeknek az átadása, mert disznónknak nem ad Isten gyöngyöt. Nincs disznónknak gyöngy. És ugyanez volt, nézzétek, az apostolok ugyanezen mentek keresztül. A háborúság az igazából olyan, mint a rosta. Jézus bejelentette a tanítványoknak, hogy megfogja őket a sátán rostálni. Amikor fölmentek, utaltam rá, hogy fölmentek a hegyre a tanítványokkal. Jézus átváltoztatta magát, könnyedén dicsőséges testé. Szerintem nem az először csinálta. Tehát, hogy azonnal be tudott lépni a mennynek egy természetfölti dicsőségébe, és a menny azonnal leszállt reá. Tehát nála ez nem volt probléma. Péter, János, Jakab, én is lestem volna, hogy ilyen nem. Valószínű, hogy én is helyeseltem volna Péter javaslatát, hogy egy sátor gyorsan hozunk, nagyon jó helyez nekünk. Csináljunk egy sátrat, Illésnek, Mózesnek, micsoda társaság, és Jézus, neked is, meg magunknak is egy kicsit, és elnézünk. Az egész életünkben csodálni fogunk benneteket, hogy jé. Mi történt itt igazából? Hogy ezek az emberek nyilvánvalóan az első ilyen adagot kapták a mennyből, ami utána még jöttek, ugye, utána a megpróbáltatások, stb., és utána igazából tisztította meg Isten a lelküket, hogy aztán fölfogták arról, hogy a dicsőségnek milyen ára van, és hogy lehet a dicsőségbe bejutni, benne maradni. Nagy árat fizettek érte. Egy sátor kis építéssel, templomépítéssel, keresztállítással ez nem megy. Magyarországon most azt gondolják, hogy ezzel helyre tudják állítani a kereszténységet. Ez így nem megy. Át kell menni a szívnek és a léleknek ezeken a megpróbáltat, amit az Isten meg határozott, és ő tudja, hogy mit akar velünk elérni, és el is fogja érni, hogyha az Istennek a gépére, munkaeszközére ráhelyezed az életedet, akkor nem kell aggódnod.
amikor gyomlál, akkor gyomlál, a csépel, csépel, a szórólapátot előveszi, kaszát előveszi, de a lényeg az, hogy kiveszi a természetedből a jót, a rosszat, és ketté válaszza a dolgokat benned, de mindenféleképpen, de abban az esetben, hogyha minden körülmények között hűségesen megmaradsz az Úr mellett, és soha nem veszíted el se a hitedet, se a reménységedet. És persze a legnagyobbat, a szeretetet. De arról majd egy más alkalomkor beszélünk. Én nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ilyen nagy kiváltságba részesítette az emberiséget, csak az néha úgy az ember basszantja, hogy az emberek miért nem akarják elfogadni Istennek a jóságát, ezeket a csodálatos ajándékokat, mert hát hiszen nem nagy ára van igazából, még akkor se, hogyha az esetleg az embernek az igazságért szenvednie kell, vagy küzdenie kell, de a názáti Jézus Krisztusnak a harcnak a java részét elvégezte mindannyiunkért, hogy például 2024-es évben is áldottak és sikeresek legyünk. Úgyhogy ezt kívánom nektek, hogy a 2024-es évben ne felejtsétek el, első a megigazulás. Ha te igaz vagy Isten előtt, akkor szabad bejárásod van a kegyelem királyi széke elé. Ha egészségi problémád van, mehetsz hozzá, kérheted a doktort, nem kerül annyi pénzbe a gyógyszer és a gyógyító kenet, de kitartóan keresni kell az Istent mindazokban a szükségekben, amit az ember akár ebben az évben is átél. Az Úr nem változott. A földi életben is, amikor az emberek kéréssel mentek hozzá, mindig meghallgatta az embereket. És most is ugyanez van. Ő nem változik. Ezért mondja Jakab, hogy ő benne a változásnak az árnyéka sincsen meg. Ezért a földi szolgálatában a magatartását nyugodtan kivetheted most az örökké valóságban, hogy milyen magatartás. Tanúsít feléd. Hogyan viszonyul hozzád, amikor a lába elé dobod magadat, mint nagyon sok bajba levő ember, hogy Uram, jöjj, segíts a lányom, haldoklik. És mit csinált Jézus? Azonnal ment. És ráadásul itt van a Szentlélek, tehát aki azonnal megmozdul, és a názáti arra vár, hogy a názáti Jézus Krisztus hogyan tudja az életetekben megdicsőíteni. Ő neki kifejezetten ez a fő vágya. Szerintem szomorú a Szentlélek, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat a képességeit, amivel ő rendelkezik, és azt gondoljuk, hogy csak éppen annyit tud tenni, hogy jó érzéseket ad, vagy betölt bennünket, és akkor ad karizmatikus megtapasztalást, de a Szentléleknek ugyanolyan gyógyító kenete van, mint a názáti Jézus Krisztusnak, hiszen Jézus Krisztusban is a gyógyító kenet a Szentlélektől volt, mert a földi szolgálata akkor kezdődött el, amikor a Szentlélek betöltötte. Tehát minden csodában jelen volt a Szentléleknek a személye is, nyilván a názáti Jézus is. Tehát a Szentléleknek a természetfölti ereje, halottakat föltámasztó erővel rendelkezik, a földi javaknak a megsokasodásával, megsokasításával rendelkezik. A Szentlélek mindazokkal a képességekkel, tulajdonságokkal rendelkezik, amivel az Atya rendelkezik, és a názáti Jézus Krisztus, megdicsült Krisztus rendelkezik. Ezért a bizalom és a hit a Szentlélek fele is kell, hogy irányuljon, mert a Szentlélek, az Atya és a Fiú, az egy Isten, és ha azt mondjuk, hogy Istenbe hiszünk, akkor ebbe kell, hogy benne legyen a Szentléleknek az isteni tulajdonságaiba vetett hit. És ráadásul az a különleges a Szentlélekkel kapcsolatosan, hogy azért nem kell nagyon elgaskodnunk, hogy a mennybe menjünk érte, vagy mennyből lehozzuk a Szentlélekkel, hanem eleve itt van közöttünk. Azért fontos ezeket az igazságokat elfogadnod, hogy visszaszerezd a hatalmad az életed fölött, a sorsod fölött, és a 2024-es esztendő fölött, hogy ne külső erők határozzák meg, ellenséges erők, főleg a tolvaj, a jövődnek az alakulását,
hanem az, akivel szövetséget kötöttél, aki az utitársad, aki a barátod, aki szeret tégedet, aki úgy szeret, hogy az életet adta, oda érettet, ő benne bízzál, mert egészen biztos, hogy a 24-es évben is nem agyon akar verni tégedet, hanem megáldani tégedet az ő áldásaival. Csak egyet kér, töltsd be a feltételedet. Szakíts el magadat a bűntől, térjél meg, és szeresd az Uradat teljes szívedből, lelkedből, és minden nehéz körülmények között maradj hozzá hűséges, és tartsd meg szilárdan a reménységet. És a reménység nem fog megszégyeníteni, mert benned van a Szentlélek, és meg fogja valósítani azt, amiben reménykedsz. És valóság lesz az, amit ma reménykedsz.